ami különösképpen fontos, hogy jelentősen gyorsul az ügyintézés, egyszerűsödik az ügyintézés, és ezáltal költséghatékonyabb és takarékosabb is lesz az ügyfelek, a választópolgárok szempontjából. Tehát egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb ügyintézés reményében valósította meg a város önkormányzata ezt az ügyfélszolgálati centrumot. Hódmezővásárhelyen az országban úgy érzem egyedüliként sikerült létrehoznunk azt, hogy egy helyen 119 féle ügyet lehet intézni. Gyakorlatilag a közműszolgáltatók, valamint az önkormányzat adóügyeit és természetesen azokat az ügyeket, amiket az önkormányzatra tartoznak, ez 119-et tartalmaz. Mint ahogy polgármester úr elmondta, az országban egyedülálló módon a lakosok, az ügyfelek egy helyen tudják elintézni ügyes-bajos dolgaikat. Belegondolunk abba, hogy például csak egy tévváltozás, vagy egy felhasználó változással milyen tortúrával jár, ha el kell menni minden szolgáltatóhoz, itt ezt egy helyen meg tudják tenni a lakosok. Még pontosan emlékszem, hogy márciusban az első látogatásunkor, amit a Rémász megvásárlását követően végigláttuk a számunkra fontos városokat, az első beszélgetés során, talán az első 10 percben előjött, hogy költözzünk össze, hiszen ez egy régi vágya a hódmezővásárhelyeknek, és azonnal igen mondtunk, és nyilván ezt formalizáltuk is, ezt a megállapodásunkat, úgyhogy szó-szó tettet követett, úgyhogy nagyon hamar meg tudtuk valósítani azt, amire egyébként dolgozunk, hogy egy kézből lehessen villamosenergia és földgáz szolgáltatást igénybe venni, és nyilván ebben az ötletben az a különleges, hogy ez nem csak a villamosenergiáról és a földgázról szól, hanem a város polgárai számára hozzáférhető egyéb szolgáltatásokról is. És én értem, ez egy unikális helyzet, és tényleg gratulálok a városnak, hogy ezt az ötletet meg tudta valósítani. Amiről szeretnék szólni az, hogy ennek a kormányzatnak, ennek a kormányzási időszaknak, 2014 és 2018 közötti időszaknak egy óriási eredménye, hogy a magyar állam visszaszerezte az 1997-ben privatizált lakossági áram és gázszolgáltató szektor egy nagyon jelentős részét. Mint ismeretes, a 90-es években stratégiai döntést hozott az akkori magyar állam arról, hogy a lakosság gáz, áram és vízellátását elsősorban nyugati vállalatok számára privatizálja. Meggyőződésem szerint ennek egyenes következménye volt, hogy Magyarországon a 2000-es évekre jelentősen megnőtt a lakossági víz, a lakossági hulladék, a lakossági áram és a lakossági gáz ára, ami szinte már fizethetetlenné, az otthonokat pedig fönntarthatatlanná tette. Magyarországon 2010-ben egy átlagos háztartásban egy átlagos keresmény több mint 30-35%-át kellett arra fordítani, hogy a közműszámlák kifizetésre kerüljenek, miközben Nyugat-Európában sokkal több fizetésből csak a fizetések 15-20%-át kellett ilyen költségekre költeni. A magyar állam célkitűzése az, hogy a magyar lakosság, a magyar otthonok, 4 millió háztartás minél olcsóbban jusson gázhoz és áramhoz. Ennek több módja van, például az, hogy a magyar állam az ár kialakításában a hatóságokon keresztül részt vesz, tehát a lakosság kedvezményes árban részesül. Ez így van a hulladékszállítás, a vízszolgáltatás, a csatornaszolgáltatás, az áram és a gáz szolgáltatás tekintetében is. A másik eszközünk, hogy a magyar állam megkísérelte az elmúlt 4 évben sok-sok erőfeszítés, sok-sok csata és harc árán visszaszerezni azokat a privatizált pozíciókat, amelyek az elmúlt 25 esztendőben kikerültek a magyar állam irányítása és kontrollja kezelő közül, annak érdekében, hogy a lakosság üzembiztosan és olcsón kapjon szolgáltatást.